helyzet, hogy a nyelvhatárok, lényegében a nyelvhatárokat követő nyelvi etnikai revízió legyen. És ezt maradékban nem döntötték el. Na most Micsóval 2020-ban egy olyan szobor, fal, ami az összes településemet tartalmaz. Tehát a teljes Szent István Magyarország egészét befigyelmeztet, és ez nem tudom, hogy ez mi a koncepció, és az, hogy ez... De ezeket a terveket hónapokkal ezelőtt a sajtóban olvastam. Ez egy nagyon nagy kérdése, tehát ezek még felvetődhetnek a következő évben. Ez az életemben még mindenki a néhány összefüggését. Beszélt valaki róla, mert meg nem tudnám a legpontosan. Én azt egyébként támogatnám, hogy legyen egy olyan köztéri szobor, ami modern módon, tehát nem valami réginek a desabrekonstrukciója, hanem valahogy azt úgy megfogalmazza a jelképeiben is, hogy a trianoni békeszerződésnek az igazságtalanságaira emlékeztessen, ami az országot egy traumaként érte, és minden elcsapott három emberből egy az magyar nemzetiség volt. Én ezt jól a dolognak tartanám. Ezt a koncepciót teszem, de ez valami jó ötletesen kellene ezt csinálni. Én az első világháborúval is foglalkoztam az elmúlt években, és voltak különféle pályázat, és volt egy szobor, ami nagyon-nagyon tetszett. Lehet, hogy találkoztak vele, egy anya van a szobron, meg egy gyerek, és közöttük, tehát ez valami kőből kivés, és közöttük egy a családapának a szilvettjei látszódnak csak, ami nincs kőből. Tehát mintha egy festmény, mintha egy fotó lenne, és a közepén, ahol a pasas ülne a család között, az hiányzik. És abszolút látni mindenféle szögbúrozott egy férfi. Ezt egy annyira ötletesnek találom, hogy mégiscsak a 660.000-530.000 vannak viták elesett magyar katonának, akik nem jöttek haza, állít emléket. Nagyon ötletesen, nagyon modernül. Ez egy szuper. Tehát valahogy ez lehetne. Megvalósult. 660 ezer becsük, vagy 530 ezer. A különbség az, hogy valaki megtámadtak tavaly, a Veritasban egy srác hitelnek írt, hogy miért nem mondtam meg, hogy hány áldozata volt az első világháború közben. 530 ezeret szoktam Orvosmária és Rosicsi Ignác után általában az elődesemet elmondani, de van egy forgalomban van egy 660 ezer szám. Úgyhogy amikor ezzel találkoztam, akkor Polgár Ferenccel ezt fordultam, hogy most tisztázok ezt az egész kérdést, mert azért 130 ezer katona differencia azért az nem kevés. De mind a kettő, amennyire sejtettem, mind a kettő egy becslés. Tehát 100 év után nem tudjuk, hogy hány magyar katona esett el összesen. Mind a kettő becslés, a különbség közöttük az, hogy a nagyobb, tehát ennek a 10%-án végeztek egy mintát, és a másik szám az azért nagyobb, mert ott az eltűnteknek, az elesetteknek és a hadifoglyoknak is egy része még meghalt, és azokból is egy számaránya alapján valamennyit hozzátettek, és akkor ez a kettő differencia van, az egyikben még benne vannak a hadifogságban elhúntak, vagy a soha haza nem kerültek, tisztázatlan körülmények között elhúntak, és a másik meg csak, aki a fixen 18 őszére haladtak a számot, tehát végre kettő becslés, 660 ezer a kettő között a nagyon jó szám. Most egy kicsit pontosabb lesz, befejeződött egy olyan munka, ez se fedi be az egészet, valamennyi megyei levéltár részt vett benne, és Figyelmes is mindegyik. Tehát mindenkinek az adatai, akik anyakönyveztek egészen 1980-ig, tehát azok maradnak ki legfeljebb. Ugye, mivel jogi ügyek miatt, vagy kegyeletből anyakönyveztek, általában jogi ügyekről. Tehát ez egy hatalmas adatbázis. Nincs benne minden, ki nyilván, ha egy 20 éves fiú, akinek nem volt semmije, és nem kellett örökölni, nem kellett a feleségének újra férhez menni, vagy valami, akkor nem biztos, hogy benne van, de azért ez legalább egy írott forrás alapján. De ez 100 egy néhány ezres még csak, nem? Nem, az nem. Mennyi ez? Nem tudom, még... Én tudom, egy 100 ezres...